25 éves születésnapját ünnepelte tegnap a Politika Történeti Alapítvány. Földes György történész, a Politika Történeti Intézet vezetője a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Az elmúlt időszakban mindig akkor beszélgettünk itt reggel, amikor éppen fellángoltak a harcok a kormány és önök között. Ugye itt az épület is egy kérdés, hogy egyáltalán meddig maradhatnak ott. A finanszírozással is voltak problémák, és az önök által kezelt levéltári iratok sorsa is erősen problémás volt az elmúlt időszakban, hogy a kormány több lépcsőben vett el iratanyagot az intézettől. Hogy vannak most, mielőtt rátérünk erre a 25 évre? Hát köszönjük szépen, megvagyunk, nem kis nehézségek közepette, de perben állunk a kormánnyal, több szinten, egyfelől a Magyar Bíróság előtt, másosorban a Strasbourg-i Bíróság előtt. Próbálunk tudományos tevékenységet továbbra is zavartalanul folytatni. A Politika Történeti Alapítvány fönntart egy intézetet, a Politika Történeti Intézetet, és csinálunk olyan konferenciákat, mint a mai. Beszéljünk is majd erről, de hogyan tartják fel az intézetet, meg a tudományos munkát úgy, hogy egy fillér állami támogatást már nem kapnak? Igen, örülök, hogy föltette ezt a kérdést, mert sokan nem értik. Néha én magam sem, hogy hogy tudunk létezni. Hát úgy tudunk létezni, hogy minden vállalkozási bevételünket, amit az intézet, mint közhasznú, non-profit közhasznú Kft. Csinál, amikor tudtuk, fölhalmoztuk, és ezt eltartalékoltuk nehezebb időkre, és hát kiderült, hogy nagyon jól tettük, mert az Orbán kormány felrúgta azt a konszenzust, ami a hasonló intézetek finanszírozásában fennállt a szocialista liberális kormány idején, tehát amikor kapott az 56-os intézet is, és a terrorház alapítvány is, sőt a Habsburg intézet is kapott pénzt, ezt ők felrúgták, és gyakorlatilag csak az általuk támogatott intézetek működhetnek, sőt új intézeteket hozott létre a kormány, mint a Veritas intézetet, mint a Nemzeti Emlékezetbizottságot, és így tovább. Tehát önöket gyakorlatilag ki akarták éheztetni. Tehát mi minden forrástól meg vagyunk fosztva, de a tartalékainkból egyfelől, a másfelől a vállalkozási tevékenységünkből, és harmadszor egy EU-s pályázat segítségével még mindig létezünk, sőt nem csak, hogy létezünk, hanem dolgozunk. Milyen vállalkozási tevékenysége tud lenni egy politika történeti intézetnek? Hát az, hogy pályázatokat próbál elnyerni, azok a megrendeléseket próbál szerezni, és akkor azokat a bevételeit, ami ebből származik, azt a saját céljaira fordíthatja, nem veheti ki, mert non-profit cég, de önmaga tudományos tevékenységének, közhasznú tevékenységének a finanszírozására felhasználhatja. És milyen tudományos tevékenységre futja így aztán még ebben a helyzetben is? Hát köszönjük szépen, például hát most jelent meg egy kollégánknak például egy jelentős műve, a két világháború közötti határon túli magyarsággal kapcsolatos politikáról, az ő identitásukról egy hatalmas monográfia. Készülődik egy másik könyv a Kádár külpolitikájáról, ami ugyancsak nem sokára fog megjelenni. Van egy kollégánk, aki a Galilei kör történetével foglalkozik. Egy hónappal ezelőtt a 45-ös választások történetét dolgoztuk föl, és emellé zárkozik mostanában az alapítvány szervezésében egy társadalomelméleti műhely, amely a mai Magyarországgal és a közeljövőjével is próbál foglalkozni. És ennek a műhelynek is a rendezvénye hivatalosan ennek, ez a mai konferencia. És hát az alapítvány éppen azért nagyon fontos, mert arra már nincs pénzünk, hogy ugyanezeket az előadókat, akik ma meg fognak nálunk szólani, állás és ajánlatokkal halmozzuk el, de arra, hogy ösztöndíjat adjunk nekik, még erre van. És ez egy nagyon-nagyon jelentős dolog ma Magyarországon, mert gyakorlatilag a Politika Történeti Intézet ma az egyedüli állami, akadémiai független intézmény, amely egy alternatív gondolkodásnak a szervezeti bázisa tud lenni. És ez azt gondolom, hogy különös felelősséget ró ránk. Ez a mai rendezvény nyilvános egyébként? Abszolút. Aki a mi nézőink közül például most kedvet kap, az oda mehet? Hogy szeretettel látjuk őket. Akkor mindenkit. Mondjuk el gyorsan, hogy mi az, amire szeretettel látja, mik és kik lesznek pontosan. Igen. A mai magyar valóság az elmúlt 25 év fényében című konferenciánk lesz. Ez az ösztöndíjasaink előadása, akik ma a társadalomelméleti műhely ösztöndíjasai. Ezek mind fiatal kutatók általában, vagy a fiatalabb korosztály. Hiszen éppen ezt akarjuk felmutatni, hogy a kritikai gondolkodás, a tudományos kritikai és baloldali gondolkodás Magyarországon igenis létezik, és van egy új generáció, amelyik ebben jelentős teljesítményeket kezd lerakni az asztalra, és éppen ezt segítjük.
A konferencia helye az a Politika Történeti Intézetben, Alkotmány utca 2, a parlamenttel szemben van, ha valaki kedvet kapna, szeretettel látjuk. És azért gondolom, azért mosolygott ilyen jelentőség teljesen, amikor mondta a címet, mert hát ez az egyik konfliktusos pont, hogy meddig maradhatnak ebben az épületben. Ez egy gyönyörű épület, egyébként a kúria volt épülete, és amióta Orbán kormány van, azóta hadban állnak, hogy egyáltalán maradhatnak-e. A kormány azt szeretné, hogy nem, más céljai vannak az épülettel. Hogy még ott van? Ezzel nekünk nincs problémánk. A problémánk van, hogy mi a célja vele. Tehát ez, amiről beszélünk, az a Néprajzi Múzeum és a Politika Történeti Intézet által közösen használt épület. Mi vagyunk a kisebbik részében, a Néprajzi Múzeum a nagyobbikban, mind a kettőnket ki akarnak onnan telepíteni, amit én el tudok fogadni a kormánynak, ez a célja. Még ha nem is értek egyet azzal, amire fel akarja használni, akkor történjen meg, csak a jogainkat és az érdekeinket vegye figyelembe. De ebben az ügyben, az épület ügyében gyakorlatilag 3 éve nem történik semmi. Tehát semmilyen információt nem kaptunk, azon kívül, hogy mindenki tudja, hogy minket innen ki akarnak tenni, és volt 3 évvel ezelőtt egy levél ebben az ügyben, amit kaptam a kormánytól, semmi érdemi nem történt. Nem tettek semmilyen ajánlatot arra, hogy milyen épülettel, vagy semmi érdemi ajánlatot, inkább így mondjam, és főleg nem tettek arra ajánlatot, hogy az érdekeinket, a vagyonértékű jogainkat hogyan kívánják ellentételezni. Na de attól, hogy azt nem kívánják megoldani, hogy önökkel a továbbiakban mi lesz, attól még nem találhatják magukat az utcán? Nem találhatjuk. Ha találhatnánk, akkor már rég kiraktak volna. Ebben az ügyben nem folynak peres eljárás? Ebben az ügyben nem, mert ebben olyan egyértelmű a jogi helyzet, az intézet jogi státusz olyan szilárd ebben az épületben, hogy ezzel nem érdemes nekik foglalkozni. Tehát amíg pénzzel bírják, így van, és mondjuk a villanyszámlát fizetni tudják, addig ott lesz. Nagyjából jól látja. Tehát itt a kihalásra megy a játék, hogy majd mi előbb-utóbb feladjuk. Mi a helyzet a levéltári anyaggal, mert ezeket viszont ugye konkrétan egy nagy részét annak, amit korábban az intézet kezelt, ezt elvették önöktől. Hát úgy pontosítunk, hogy államosították, de ugyanakkor a államosításra együtt járó kötelező kártérítést és a költségeink megtérítését meg nem vállalják. Tehát a legellemibb normákat sem tartja be ez a kormány az intézettel szemben. Egy kicsit úgy érzem magamat a kormány ennek az intézetnek vezetőjeként, mint Juricsics Miklós érezhette magát a törökökkel szemben, hogy van egy kis vár, azt védjük, az ellens nagyon nagy a túlerő, de mégis nekünk van igazunk. De ezekben az ügyekben zajlanak ezek szerint Strasbourgban, meg Magyarországon ezek az eljárások? A levéltári anyaggal kapcsolatban igen, hiszen ők nem akarják elismerni azt a tényt, hogy valami, amiről mi azt hittük, hogy 25 évig a miénk iszonyatos pénzeket fordítottunk rá, védtük, megőriztük az egész nemzet számára, most ők azt mondják, hogy bocsánat, de a miénk, és nem akarják megtéríteni az igényeinket. Nem értünk egyet azzal se, hogy elvették, de ha már elvették, akkor legalább vonják le a konzekvenciákat. Akkor fizessék ki azt, hogy önök viszont ezt állagmegóvták ennyi éven keresztül. Persze, hogyha ezt a pénzt önök megkapnák, akkor feltehetően később halnának ki ebből a gyönyörű épületből. Nem csak azt, hanem akkor feltehetően a magyar alternatív gondolkodás ezzel a rezsimmel szemben sokkal erősebb lenne. Tehát önök akkor, így mert látják hiszen, mert... a saját szerepüket, hogy igen, a magyar alternatív gondolkodás megőrzése, igen, a Politika hát Történeti Intézet dolga van? Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy igen, a mai helyzetben egyfelől a feladatunk az, hogy tudományos tevékenységet folytassunk, a második feladatunk az, hogy erősítsük meg azt a kritikai gondolkodást, ami egy új utat tud ennek az országnak a számára kínálni. Ebben az esetben nem megtévesztő az intézet neve, hiszen a Politika Történeti Intézet az valami olyasmit sugall, hogy itt a múlt elemzéséről, kiértékeléséről, ugye, remény szerint akár konszenzusos feldolgozásáról van szó, amit most mond, az pedig a jelen politikai csatáiban való részvétel. Nem. Az intézet a jelen politikai csatákban nem akar részt venni. Az intézet ezen e fölött van, vagy ezen kívül, ha tetszik. Nem vagyunk se jobbak, se rosszabbak. Mi a elméleti gondolkodást csinálják, tehát mi maximum stratégiai alapokat dolgozzuk ki. A napi politikában az intézet semmilyen módon is az alapítvány sem vesz részt, nem ez a feladat össze is egyeztethetetlen a dologgal. Az, hogy legyen alternatív gondolkodás, az nem azt jelenti egyből, hogy egy pártra ugrunk rá. Azt jelenti, hogy megpróbálunk éppen szellemi ajánlatokat tenni, mondjuk a magyar baloldal számára segítséget nyújtani, de ez nem közvetlen segítséget kell érteni ezzel, hanem az, hogy végig gondoljuk a saját problémáinkat. Az ország problémáinkat.
témáit. Nem történeti, de ez a történelemből jön, hiszen ez az intézet maradt meg, mint lehetőség a baloldal számára, ezért magára kell vállalni olyan feladatokat is, ami a nevével talán nincs összhangban, de a világlátásával összhangban van. A Politika Történeti Intézet egyszer egy tudományos műhely és egy baloldali szellemi műhely. És az alapítvány ebben segíti ebben a tevékenységben, és ezt a kettőséget kezdettől fogva mindig is csinálta. És vállalja, és vállalni fogja a később. És az elmúlt 25 évet, ha már azt ünneplik ma ezzel az eseménnyel, azt hogyan értékelik? Mi volt az intézet szerepe ebben a negyedszázadban? Úgy mondanám, hogy magunkat ünnepeljük egy kicsit, de munkával, és szigorúan elemezzük az elmúlt 25 évet, hogy ebben a 25 évben az intézet mit tudott tenni. Ezt a baloldali, ezt a tudományos tevékenységet tudta folytatni, a szellemi értékeit a baloldalnak, és a irattári értékeit, könyvészeti értékeit meg tudta őrizni. Hogy tudott-e segíteni eleget a baloldalnak és az országnak, ezzel szemben már önkritikusabbnak kell lenni, hogy mennyit tudtunk és mennyit nem eleget. Az intézettel szemben jogos pusztán ez a kritika, vagy a baloldallal szemben is a 25 évet elnézve? Hát azt gondolom, hogy ez közös, de én nem szeretném kimenteni magunkat. Tehát, de ennek az egyik oka az is, hogy a baloldal sem figyelt kellően arra, hogy ezek az önálló szellemi utak fejlődjenek, és elviselje azt a kritikát, ami elkerülhetetlen ezzel a tevékenységgel. És mire nem figyelt még ebben a 25 évben a baloldal? Hú, ez túl nagy kérdés. Azt hiszem, hogy ha most az intézettel kapcsolatban vagy úgy általában. Erről szó lesz a mai rendezvény? Erről szó lesz. Oda, hát azért van a 25 év. Ez a fiatal generáció, ez nem úgy osztja az elmúlt negyed századot, hogy kormányzati ciklusok, hanem egészében akarja látni és megérteni, hogy az ország miért nem arra megy, amelyre kellene mennie. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Most híradóval folytatjuk, utána pedig Csillag István lesz a vendégem.